Azt gondolom, hogy egy déli báb az, amiről Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök jelöltje az elmúlt időszakban többször már beszélt, hogy amikor azt mondja, hogy jóléti államot szeretne teremteni, én azt gondolom, hogy jóléti államot azzal a Gyurcsány Ferenccel teremteni, akit egyébként még a sajátjai is leváltottak, az azt gondolom, hogy ez egy déli báb. Hiszen emlékezhetünk rá, hogy 2009-ben Gyurcsány Ferencet Bajnai Gordon váltott egy úgynevezett szakértői kormánynak az élén, és ezzel gyakorlatilag a szocialisták elismerték azt, hogy Gyurcsány Ferenc alkalmatlan arra, hogy vele jóléti államot lehessen teremteni. A másik ilyen visszás eset az elmúlt 30 évnek a leváltása, amiről azt gondolom, hogy tényleg szükség lenne rá, csak hogy ugye ennek a elmúlt 30 évnek csak a felét alkotja a Fidesz, a másik felét bizony a balliberális kormányok adták. És hát azért jól látjuk azt, hogy bizony ekkor nagyon komoly problémák voltak. Elég, ha csak egyébként Jakab Péter vagy magam szülővárosáról, Miskolcról beszélhetünk. Ugye a balliberális kormány időszakában 2003-ban zárt be például végleg Jukóbánya, vagy indultak el a kórház összevonások. Más kérdés, hogy ezt most egyébként a Fidesz is folytatja, de a Diósgyőri kórháznak az összevonása ekkor történt meg. Egy teljes városrész egészségügyi ellátása lehetetlenült el ebben az időszakban. Mint hogy azt is jól látjuk, hogy ott, ahol hatalomra került ez a balliberális koalíció, ott gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a Gyurcsány éra emberei és meghatározó valakiai folyamatosan jönnek vissza, és válnak meghatározó szereplőivé, míg eközben pedig a Jobbik bár próbálja magát azzal hitegetni, hogy komoly beleszólása van, valójában Gyurcsány Ferenc diktálja a tempót, és jól látjuk, hogy komoly eredményeket nem tudnak elérni. Két lehetőség van Jakab Péter esetében, én azt gondolom. Az egyik, hogy ő maga is elhiszi ezt a déli bábot és ezt a légvárat, ami azért probléma, mert egy olyan ember, aki egy ország miniszterelnöki székébe készül, annak azt gondolom, hogy komoly politikusnak kell lennie, a realitás talaján kell mozognia, és hát nem szabad gyakorlatilag az emberek előtt légvárakat építeni. A másik lehetőség, hogy pontosan tudja, hogy nem valósítható meg Gyurcsány Ferenccel a jóléti magyar állam, és ebben az esetben csak önző saját hatalmi politikai érdekei azok, amelyek motiválják. Én azt gondolom, hogy valóban szükség van egyébként a Fidesz leváltására, és az elmúlt 30 év politikájának is a leváltására, azonban erre ma Magyarországon egyetlen egy párt az, amelyik alkalmas, amelyik az úgynevezett harmadik utat képviseli, amely nem vett részt az elmúlt 30 évnek a politikájában, ez pedig a Mi Hazánk mozgalom. És azt gondolom, hogy ebbe az irányba fogunk elmozdulni, és ebben az irányban lehet az ország építésével kapcsolatban előrelépni.